As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. It's been going for a long time, but it's hard to cut the ties when there's no turning back, no. And we're saying goodbye, try to make it work, and I give it all. I've been fighting, fighting, fighting for love that I got nothing, nothing, nothing from. Try to fit him up, this can't be right. We are at a point where we just can't pretend things will be alright if we just start again. I've been fighting. Perfect lovers used to be the closest friends. I didn't want to. Szeretet türelmes. A szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rúja fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltör, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Krisztián, nyilatkozzál Isten és az Anyaszenti Egyház színe előtt, akarod a jelenlévő Szintiát feleségül venni? Akarom. Mondd tehát utánam, Szintia. Szintia. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül veszlek. Feleségül veszlek. Szintia, nyilatkozzál Isten és az Anyaszent Egyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő Krisztiánhoz feleségül menni? Akarok. Mondd tehát utánam, Krisztián. Krisztián. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül megyek hozzád. Feleségül megyek hozzád. Most megkötött házasságtokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Fiatalok korábban külön-külön meséltek nekem arról, hogy milyennek látják a kapcsolatukat és a másikat. Krisztián úgy emlékezett vissza a kezdetekre, hogy először a foci meccseken találkoztak, utána pedig egy házi buliban. Ő már akkor tudta, hogy Szintiát szeretné örökre barátnőnek. Szintia ezt ugyanígy megerősítette, ő valahogy így emlékezett. Egyszer egy házi buliban közelebb kerültünk egymáshoz. Képzeld, meg is csókolt. Ezt mondta. Nyilván a barátok egyből látták, hogy történt itt valami. Mindenki nagyon örült nekik. Úgy tudom, hogy Krisztián megkérdezte egy jó barátnőjét, ilyen viccesen, hogy szerinte megtartsa-e. Jó asszony lenne belőle. A válasz erre az volt, hogy természetesen igen. Tehát már többször áldását adták erre a kapcsolatra. Szintia elmondta, hogy igazából először minden nagyon tetszett Krisztiánban neki. De elsőként, ami megfogta, az az volt, hogy mindig eszméletlen jó illata volt. Ők igazából mondhatni, együtt nőttek fel. Úgy mesélt Szintia, hogy mindent megéltek már együtt, és nagyon sok mindenen mentek már keresztül. Voltak mélységek és magasságok. Ez egy igazi hullámvasút. Nagyon fiatalok voltak, amikor megismerkedtek. Ő az első nagy szerelme. És azt mondta, hogy ez úgy fog történni, mint a mesékben, mert hát ő lesz a férje is. Azt mondta Szintia, hogy szerintem manapság ez nagyon ritka, hogy valaki az első szerelméhez megy hozzá.
De hát esetükben ez így történt. Truly, I don't mind, 'cause I got the love it takes to pull you down.